összetett feladatot ellátó intézmény, integráció vagyunk. Általános iskolások oktatása, óvodások nevelése és a nevelési tanácsadónak a feladatai ellátása tartozik hozzánk. Ezeknek a feladatoknak a fenntartása, illetve a tárgyi feltételek biztosítása, működtetése. A dolgozói létszámunk 310 fő, ebből a nevelési tanácsadó 25 fő. 177 fő a pedagógus létszám, 63 pedig az óvodai létszám, a többi pedig oktató-nevelő munkát segítő, illetve a működtetést biztosító gazdasági hivatali dolgozók. Rehabilitációs hozzájárulás drasztikus emelése előtt foglalkoztattak-e, megváltoztattunk a képességűeket az intézményben? Igen, foglalkoztattunk 4-6-7 fővel, akik mint munkajogi létszámban dolgozók voltak, rendkívül sokat segített ennyibe kevesebbet kellett nekünk befizetni az államkasszába, viszont nekik is nagyon jó volt ez a plusz. A nagyobb létszám és tudatos felvételük pedig csak 2012-től volt, lépett érvénybe, és sajnos csak néhány hónapig tarthatott. Áprilistól, illetve februártól, most november hónap végéig, és plusz 9 főt vettünk föl. A 9 fő mind besegítő, illetve kisegítő munkakört, önálló munkakört igazándiból nem tudtunk nekik biztosítani. Adminisztratív kisegítő, például a békeiskolánkban, nálunk fél adminisztratív, fél fizikai futárszolgálatot kvázi töltött be a hölgy, és inkább udvari munkára, meg fizikai besegítésre, mert az oldal nincs igazándiból megoldva az intézményeknél a központosított őrzés meg a karbantartás miatt, hogy a profi komfort végzi ezeket a feladatokat, és nálunk fizikai létszám nincs. Az állományi létszám mellett dolgoztak ők, tulajdonképpen a meglévő létszámnak a munkakörébe segítettek be ez a 9 fő. Új munkakört igazándiból nem kreáltunk, például itt a Vörös Martiban, meg a gazdasági hivatalban adminisztratív segítséget is adott, meg a postázó szerepeit is betöltötte. A korábbi, amíg, tehát 2012 előtt, meg csak pedagógusi létszámban voltak alkalmazottak, és ennyivel apadt a befizetendő összegünk. És 2012 után is, persze természetesen mai napig is itt van ez a 4 megváltozott munkaképességű pedagógus. Zrínyi iskolánkban volt egy olyan megváltozott munkaképességű, aki mozgásilag is korlátozott, meg hát sajnos szellemileg is, és vele voltak gondok. Nagyon oda kellett rá figyelni, mert de egyébként a fizikai munkára hát egyértelmű, hogy 100%-os teljesítményt nem tudnak nyújtani ők, de ezt tolerálva mi nagyon-nagyon jó szívvel fogadjuk őket, és nagyon-nagyon jó szívvel a vezetőink is, mert ők segítenek rajtunk. Itt Kecskemét város 5 órába engedte foglalkoztatni, mert a 964 ezer forint, hogy az ő járulékukat is lefedje, és ahogy azt visszaszámolva, az pontosan 5 napi 5 órás foglalkoztatást biztosított számukra november 30-áig februártól. A rehabilitáltak foglalkoztatásának az igénye az
tőlünk, intézményektől már tavaly fölmerült, és feltételezem, hogy az önkormányzat ennek kapcsán utána járta a lehetőségeknek, hogy őket hogyan tudná bevonni az intézményi feladatvégzésbe, és ő az ő koordinálásába, illetve az ő szervezésébe a munkahelyi központ megszervezte még februárban a munkahelyi központnál volt a toborzás, és mi, mint intézmények vezetői ott megjelentünk, és hát ott már jeleztük, hogy na akkor a következő nap kik azok, akiket mi szeretnénk az intézménybe meghallgatni személyesen. És ennek kapcsán választottuk ki a 9 főt. Nagyon jól beilleszkedtek, semmi olyan negatív problémát. Itt az lény is férfi, de őt meg nagyon-nagyon segítettük, mert tudtuk, hogy nagyon elesett, hogy családilag is, meg anyagilag is, és ott az igazgató úrtól megkapta azt a segítséget, hogy őt is végig a rendszerbe tudtuk tartani. Nem a költségvetésünk apasztása kapcsán kerültek ők foglalkoztatásra, hanem ez egy, mint egy állami befizetés kiváltása az egyik, másik meg nagyon sokat segítenek a minőség javulása, az egyértelműen igazolódott. A kiválasztásnál már olyan tudtuk az intézményvezetőknek az igényét, hogy most adminisztratív besegítő kell nekik, udvaros kell, vagy postázó kell, és ennek megfelelően történt a kiválasztásuk, így egyértelmű volt, hogy ők azon a helyeken megállták a helyüket. Egyáltalán nem hiányoztak. Amikor kellett, akkor orvoshoz menniük, akkor mi azt toleráltuk. Következő nap ők ajánlották fel, hogy délelőtt nem voltunk, tegnap, akkor ma délután még itt maradunk. Tehát nagyon rugalmas volt a vezetők részéről. Ez mindenkinek jó. Jó nekünk, nekik meg pláne jó. A kis rokonnyugdíjukat, illetve a 28 ezer forintos ellátásokat kiegészítve. Nagyon hasznos, és meg egyáltalán érzik azt, hogy igenis, hogy szükség van rájuk, még nem egy úgymond leírtak.